Középiskolás rendőrök őrzik majd a szerb-magyar határt, ezt az országos rendőrfőkapitány jelentette be. A diákok szakképzett rendőrök irányításával intézkedhetnek majd. Pénzt is kapnak ezért, de a vizsgák alól nem mentik fel őket. Rajtuk kívül a készenléti rendőrség tagjait osztják be a 6 határvadász egységbe, hogy elfogják a migránsokat és az embercsempészeket. A kormány augusztus 18-án döntött a határvadász egységek felállításáról. Így kezdte sajtótájékoztatója érdemi részét az országos rendőrfőkapitány. Úgy fogalmazott, hogy az új rendőri egységek bevetésével lassítható lesz a migránsok beáramlása. A készenléti rendőrségnél 2015. szeptember 1-ével határrendészeti igazgatóság kerül felállításra. A határrendészeti igazgatóságon a határvadász bevetési főosztályokhoz 6 darab határvadász bevetési osztály lesz rendelve. A határvadász egységekben összesen 2106 rendőr szolgál majd szeptember 15-től. Ugyanezen a néven Horthy hadseregében is járőröztek a határőrök, ők jól kiképzett katonák voltak, a mostani határvadász egységekben viszont közel 900 rendőrségi szakközépiskolást osztanak majd be. Olyan diákokat, akik az első évet már teljesítették az iskolában, a másodikat viszont vélhetően a határon kezdik majd. Szakképzett rendőr felügyeletével és irányítással intézkedhetnek, tehát úgy lesz a szolgálat szervezve, hogy szakképzett, azaz kinevezett rendőr mellett fognak a próbaidős munkatársaim majd szolgálatot teljesíteni. A rendészeti szakközépiskolába csak érettségizettek jelentkezhetnek, vagyis kiskorú próbarendőr nem lesz majd a határon. A diákoknak a határvadászat mellett a második év követelményeit is teljesíteniük kell majd. Mobil hőkamera rendszerrel, éjjellátó készülékkel és szolgálati kutyával megerősítve. Az országos rendőrfőkapitány szerint az 1000-nél is több készenléti rendőr elvezénylése az utcákról nem okoz majd problémát a rendfenntartásban. Igaz, a korábbinál többet kell majd dolgozniuk a helyi rendőröknek. A többlet feladatok ellátásához eddig is, most is és a jövőben is túlszolgálat kerül elrendelésre. A túlszolgálat pénzbeni megváltását biztosítani fogja a rendőrség. Pap Károly szerint a határvadász egység létszáma 1500 fővel bővíthető, még úgy is, hogy havonta 85 rendőr szerel le a testülettől. Az országos rendőrfőkapitány kiemelte, hogy semmiféleképpen nem lesz tűzparancs a határnál, de minden törvényes eszközzel fenntartják majd a rendet. Ennek részeként még vízágyút is szállítanak Szegedre, hogy azután ezt bevetik-e majd, egyelőre nem tudta megmondani. ATV Híradó, Eldézsi Zoltán.